Szentmisével vette kezdetét az az ünnepség, aminek keretében átadták az Egri Főegyház megyében Olaszliszkán kialakított Szent Erzsébet zarándokházat. Az engesztelő zarándoklaton, illetve a Szent Erzsébet úton járó zarándokokat a lelki feltöltődés mellett a tényleges pihenés várja, hiszen az épületben a résztvevők étkezhetnek, megpihenhetnek és gyönyörködhetnek a táj szépségében. Emellett pedig lelki gyakorlatok tartására is alkalmas az épület. Összességében 100 fő befogadására alkalmas a korszerűen felújított zarándokház. Dr. Ternyák Csaba egri érsek elmondta, a zarándoklat valamennyi korosztály számára meghozhatja a lelki megnyugvást, válaszokat az Istennel kapcsolatos kérdéseikre. Akik részt vettek egy ilyen zarándoklaton, én többekkel beszéltem olyanokkal, akik hát talán nevezhetném így, hogy kereső emberek, aki saját magát nem mondja különösebben vallásosnak, de nyitott az igazi értékek iránt, és nyitott az örök értékek iránt is, nyitott az Istenre is, de nem volt eddig alkalma, hogy vele találkozzon, vagy olyan családból jött, vagy egész egyszer úgy alakult az élete, és egy ilyen zarándoklat, az alkalom lehet arra, hogy az életét újra gondolja. A zarándokház mellett található egy fedett rendezvénytér, ahol különféle vallási célú események, lelki gyakorlatok, vallási tematikájú előadások is helyet kapnak majd, valamint a Bodrog mentén túrázók, a település nevezetességeit látogató vendégek kikapcsolódását is szolgálja. Az épület együttes korábban egy élelmiszerbolt volt, majd romos állapotba került. Ezt újították fel és bővítették ki az elképzeléseknek megfelelően. Zárt téren 50 embernek tudunk nyugodt és kényelmes étkeztetést biztosítani, vagy étkezési lehetőséget biztosítani. Nyáron, ha jó idő van, akkor itt még kint a terasz alatt, vagy a teraszon, itt még plusz 50 embernek. Az elmúlt másfél évben 27 településen 2,3 milliárd értékben újultak meg turisztikai látványosságok. Beletartozik itt Olaszliszkán a Szent Erzsébet zarándokház. Sok éves tapasztalat az, hogy Tokajhegy alja rendkívül gazdag, kulturális és vallási múlttal rendelkezik. Minden felekezetnek megtalálhatók azok a ikonjai, amik évszázadok óta vonzották ide a tanulókat, a zarándokokat. Itt vannak a római katolikus testvérek, nyilván ennek fontos részét képezi Szent Erzsébet öröksége, Zemplén szülötte. Kinek a kötelessége, ha nem nekünk, zemplénieknek, hogy az ő örökségét ápoljuk? A zarándok útvonalaknak köszönhetően egy évben átlagban 400-500 fő érinti a települést.